Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Közeledik a határidő. Május 22-ig tart az idei adóbevallási időszak. Egészségügyi nap. Ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt a Szent István házba ellátogatók. Alkotói pályázat. A Füstérzékelő életet menthet címmel hirdetett versenyt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. Súlyosan bántalmazta élettársát. Egy év 6 hónap börtönre ítéltek egy bodiszlói férfi. Közeledik az idei személyi jövedelemadó bevallás határideje, ami május 22-e. Az utolsó egy hétben hosszított nyitvatartással várják az ügyfeleket a hatóság munkatársai, de érdemes figyelni más dolgokra is. Idén is külön kérés nélkül elkészítette a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A folyamat tehát automatikus, ami annyit jelent, hogy nem volt szükség külön igénylésre, és a kedvezményekre jogosító igazolásokat sem kellett beküldeni a hatósághoz. Fontos lehet az a kérdés, hogy mit érdemes, illetve mit kell tenni a tervezettel, mi az az eset, amikor mondjuk módosítani kell a tervezetet, tehát a leggyakoribb esetek. Most ilyen például, amikor valakinek tavaly volt olyan jövedelme, amiről az adóhivatalnak nincs tudomása, mert például ugye nem kapott róla adatszolgáltatást, ilyen lehet egy ingatlan bérbeadásból származó jövedelem, ezzel a tervezetet ki kell egészíteni. Aztán például a kedvezmények, az adó kedvezmények érvényesítéséhez, hogyha valaki valaki évközben nem vette igénybe, akkor most egy összegben mondjuk szeretné ezt igényelni, akkor ezzel ugyancsak a tervezetet ki kell egészíteni. A tervezetet az adóhivatal május 2-ig postázta ki az igénylőknek, erre akkor került sor, ha hátralékuk, esetleg túlfizetésük volt. Úgy látja, hogy rendben van a tervezet, nem kell módosítani rajta semmit, viszont visszaigényelhető adója van, akkor az a teendője, hogy a kapott kiegészítő nyilatkozatot kell kitöltenie, ott jelölheti, hogy postán kéri vissza a pénzét, vagy pedig bankszámlaszámra, tehát ezt kitölti, aláírja és visszaküldi az adóhivatalhoz május 22-ig. Ilyenkor egyébként a kiutalás a beérkezéstől számított 30 napon belül történik meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról, papíron és online egyaránt. A lényeg, hogy az előbbiről szóló nyilatkozat május 22-ig megérkezzen a NAF-hoz. A kormány ismét meghosszabbítja a kamatstoppot, és addig tartja fenn az intézkedést, ameddig a jegybanki alapkamat 10% alá nem csökken, jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. A tárcavezető emlékeztetett, a lakosság és a kis és közepes vállalkozásokra vonatkozó kamatstopp hatálya június 30-ával járna le. A kormány ugyanakkor ismételten a meghosszabbítás mellett döntött. A kormánynak ez a döntése mintegy 350 ezer magyar családot véd meg a magas kamatokkal szemben. Jelenleg is több mint 300 ezer család az, akit ez a döntés közvetlenül érint, és a kamatstoppal védett hitelállomány mértéke pedig meghaladja az 1360 milliárd forintot. A kamatstopp 2022-ben 80 milliárd forinttal, 2023 első felében pedig további 60 milliárd forinttal segíti és segítette a családokat, tehát összesen 140 milliárd forintnyi szankciós kamatfelárat vesz le a háztartások válláról. Ismét megrendezte hagyományos tavaszi egészségügyi napját a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör. A programon különböző ingyenes szűrővizsgálatokon és egészségügyi szolgáltatásokon vehettek részt a Szent István házba ellátogatók. Jutott párral kell megfogni, igen. Többek között testtömeg index, vérnyomás, pulzus és vércukorszint mérésen, illetve csontsűrűség ellenőrzésen is részt vehettek azok, akik ellátogattak a Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör által szervezett hagyományos tavaszi egészségnapra. Most a vérnyomást mérést voltam, meg a testsúlymérésbe voltam, meg itt a doktornőnél voltam, úgyhogy ide várok. A Szent István házban megrendezett egészségügyi napon a vizsgálatok teljesen ingyenesek voltak. Úgy gondoltam, az egészség előrebbre való, és gondoltam szakítok időt arra, hogy és mi. Állandóan nem jár az ember lánya a körzeti orvoshoz, és azért itt azért több mindent megmérnek,
de nekem lényeges a vérnyomás és a vércukor, mert hát mondjuk most jelenleg éppen a vérnyomással küzdök, úgyhogy de hasznosnak tartom mindenféle tekintetben. Esetleg van többféle receptünk, nem mind van ide elkészítve, de ami megtetszik, azt nyugodtan el is vihet, és ott meg is próbálhatja. A programot egyébként minden évben két alkalommal rendezik meg. A szervező ugyanis azt mondja, hogy évről évre egyre többen tartanak igényt az egészségnapra. Most már az időpontokat hosszú időbalentumban adják, és az idősek meg nem tudnak elmenni, ide jönnek, és itt igazából megszűrjük őket, és a másik dolog meg, ami nagyon jó, hogy jönnek és szeretnek eljönni, tehát hogy törődünk, vagy foglalkozunk velük. Az egészségügyi nap keretében minden évben képviselteti magát a Szekszárdi Balassa János Kórház pszichiátriai osztálya. Ilyenkor egyebek mellett különböző memóriateszteket végeznek a szakemberek. A 60 feletti korosztályt szűrjük, ugye 60 éves kortól már érdemes alávetni magunkat ilyen szűrővizsgálatoknak, hiszen ezek a tesztek, amiket itt elvégzünk, azok jeleznek, hogyha valamilyen rövidtávú memória vagy megtartó memória probléma van, és nagyon fontos, hogy a lehető leghamarabb kapjanak kezelést és segítséget azok, akiknél eltérést tapasztalunk. A Szekszárd Újvárosi Római Katolikus Társaskör egészségügyi rendezvénye a nap végén előadással zárult. Május 12-én tartják világszerte az ápolók nemzetközi napját annak emlékére, hogy 1820-ban ezen a napon született Florence Nightingale, az ápolóképzés kiemelkedő alakja. A már életében legendává vált brit hölgy 1820-tól 1910-ig élt. Az 1853-56-os krími háború idején a törökországi brit katonai kórházban a tisztaság és a megfelelő ellátás megszervezésével nagyságrenddel csökkentette a halálozási arányt. A katonáktól kapta a lámpás hölgy nevet, mert éjszaka is ápolta a betegeket a Laktanya folyosón berendezett kórházban. Hazatérve hősként tisztelték. Magyarországon az ápolóképzés egyik legkiemelkedőbb alakja Kossuth Zsuzsanna, akinek nevét az országban több egészségügyi intézmény is viseli. Ő volt hazánk első országos főápolónője, aki tevékenységét Florence Nightingale-nél előbb kezdte meg, a jeles napot Szekszárdon is megünnepelték a Vármegyeházán. Az ünnepi műsort követően most is sor került a legjobbak elismerésére. A Tónavár megyei Balassa János Kórház vezetése, valamint a társrendező szakmai szervezetek hagyományosan ezen az ünnepségen adják át kitüntetéseiket a 2022 során kiemelkedő szakmai teljesítményújtó dolgozóinak. 10. alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát idén a Füstérzékelő életet menthet címmel az Országos Tűzmegelőzési Bizottság ezúttal az iskolások részére. 2023-ban rekordmennyiségű összesen 613 pályamű érkezett a versenyre Tolna vármegyéből. A Füstérzékelő életet menthet. Ezzel a címmel hirdette meg pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. 2023-ban kifejezetten iskolások munkáit várta a szervezet. Olyan alkotásokat, amelyeken a füstérzékelők kerültek a fókuszba. A diákok három korcsoportban indulhattak, szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhettek be, verset írhattak, vagy akár filmet is forgathattak. Rackó Sára, Ne feledd, ha tűz van, hívd a 112-es számot című képe az első helyet érdemelte ki a második korcsoportban. Ha valaki látja, akkor szerintem kell valakinek szólni, vagy felhívni a 112-t. Priger Ákos rajzával a harmadik helyet szerezte meg. Életek forognak kockán, meg hát jó, amikor kimentik az embert a tűzből, vagy a romok alól. A pályázat egyébként 2012-ben indult, idén 613 alkotás érkezett Tolna vármegyéből. Így nem volt egyszerű dolga a bírálóbizottságnak. Sajnos az idejében kikerültek az óvodások, tehát csak az iskolások részére került ez meghirdetésre, és volt egy központi téma, az a füstérzékelőnek a kérdésköre, ugyanis a füstérzékelő nagyon fontos kelléke lehet a lakásunknak. Azért mondanám így, hogy fontos kelléke lehet, mert szeretnénk népszerűsíteni minél jobban. Sajnos országos szinten
szinten is Vármegyénkben is jellemző, hogy a lakástüzeknek a száma folyamatosan nő. Ha folyamatosan nő a lakástűz, akkor előbb-utóbb lehet, hogy ha ember tartózkodik, akkor sajnos haláleset is járhat ezzel, és megpróbáljuk ezeket csökkenteni. Az első helyezett rajzokat felterjesztették az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, ahol már az ország legjobbjai közül választják ki a dobogósokat. Pénteken német nyelvből középszinten 11.537-en, emelt szinten 2077-en érettségiztek. Az írásbeli vizsgák május 26-án zárulnak, az emelt szintű szóbelik június 7 és 14-e között lesznek, majd a vizsgai időszak a középszintű szóbelikkel zárul, június 19 és 30-a között. A tavaszi vizsgaszezonban összesen több mint 74.000 végzős középiskolás érettségizik. Erősíteni kell a határon túli magyar gyökerekkel rendelkező fiatalok magyarság tudatát, nyelvtudását és Magyarországhoz való kötődését, hangsúlyozta Lengyel Miklós, a Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkára. A politikus elmondta, hogy a KKM fontos szakdiplomáciai területnek tekinti a kulturális és oktatási feladatokat. A minisztérium ezért számos ösztöndíj programot működtett a Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyar fiatalok számára. A képzések kiemelt területe a magyar nyelv oktatása, amit hagyományos nyelvtanfolyamokon túl például részképzések vagy egyetemi előkészítő kurzusok formájában is megvalósítanak, magyarázta. Hozzátette, a nyelvtanulás mellett a hallgatók a magyar kultúra legkülönbözőbb területeihez tartozó tantárgyakból történelem, irodalom, földrajz, nyelvészet, néprajz hallgathatnak előadásokat. Közölte, évente 350 külhoni diák vesz részt magyar nyelvi képzésekben. A Magyar Falu programot a Magyar Falvak írják, jelentette ki a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos pénteken. Gyopáros Alpár azt mondta, amit Európai Uniós forrásból nem lehet finanszírozni, az jól kiegészíthető a Magyar Falu program forrásaiból. Jelezte, a Magyar Falu program 2019-es indulása óta több mint 1000 milliárd forintot fordítottak a kistelepülések fejlesztésére. A hazai költségvetésből finanszírozva önkormányzati és egyházi és civil közösségi terek újultak meg, évente 1000 kilométer mellékutat újítanak fel, a falusi csok keretében pedig már több mint 200 milliárd forintot fizettek ki, tette hozzá. Egy év 6 hónap börtönre ítéltek el egy bogyiszlói férfit. A vádlott olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy az 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett. Még tavaly májusban veszett össze otthonukban egy bogyiszlói pár. A férfi dühében eldobta a telefonját, ami eltalálta a nő gyermekét, miután a számon kérte a vádlottat. A férfi még dühösebb lett, és több alkalommal arcon ütötte a nőt, akinek többek között eltört az orra és felrepett a szemöldöke. A bíróság a férfit testisértés büntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte. Azonban a végrehajtása lehetőséget látott a tekintetben, hogy a végrehajtást felfüggeszte, és 2 évi próbaidőre azt felfüggesztette. A bíróság a büntetés kiszabása során súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott korábban már volt büntetve hasonló bűncselekmények elkövetése miatt, azonban ez nem tartotta vissza attól, hogy újabb bűncselekményt kövessen el, illetve hozzátartozója sérelmére, valamint annak gyereke sérelmére is bűncselekményt követett el. Az ítélet jogerős. Regionális híreink következnek. 800 millió forintos csereüzlet. A bőrklinikáért cserébe romokat szerzett meg a pécsi városvezetés. Közlekedési kultúra napja. A környezettudatos partnerségen alapuló közlekedésre hívták fel a figyelmet. Egész évben szénmonoxid veszély. Figyelemfelhívás a katasztrófavédelem részéről. A pécsiek vagyona romokban hever, mondta Csizmadia Péter fideszes frakció vezető a lerobbant állapotban lévő Mandulás kemping előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján. A baloldali városvezetés által nettó 800 millió forintos csereüzlettel megszerzett területért a bőrklinika épületét adták át a tulajdonosnak. Az ügyben a rendőrség is nyomoz.
Romokat vásárolt a baloldali városvezetés, a pécsiek vagyona szó szerint romokban hever, fogalmazott a pécsi Fidesz frakció vezetője. Csizmadia Péter a Mandulás kemping ügyében tartott sajtótájékoztatót. Felidézte, nem is olyan régen a korábbi baloldali városvezetések időszakában éppen a szocialista pénzügyi köröknek játszották ki és herdálták el ezt a területet. A politikus azt mondta, hagyták lepusztulni, szétrohadni, most pedig, hogy újra szocialista és baloldali városvezetése van Pécsnek, azon dolgoztak, hogy a Mandulást eltakarítsák. Olyan értelemben, hogy helyzetbe hozzák annak a tulajdonosát. Ugye ez nem is történt másként, mint hogy elcserélték ugye a Bőr klinika épületére, amely az egy város egyik égköve, abból a szempontból, hogy a legjobban fejleszthető ingatlan terület. Egy valóban nagyon nagy értékkel bíró ingatlanról van szó, ezt cserélték el, gyakorlatilag arra a romhalmazra, ami egykor a Mandulás kemping volt. Ez a folyamat nem állt meg itt, tette hozzá Csizmadia Péter. Az Áper laktanya egy részének milliárdos hitelből való megvásárlása is egy ehhez hasonló ügylet. A romhalmazokat és azokat a hiteleket, amikbe ezek kerülnek, a pécsiek fogják megfizetni. Ezeket az ügyleteket hitelből finanszírozzák a szocialisták, ahogy 2010 előtt nyakig eladósították a várost, most Péter Fiatilláék ugyanezt teszik, több mint 16 milliárd forintnyi adósságot halmoztak már fel. 2048-ig, azaz 25 évig fogja minden pécsi fizetni a Péter Fiadósságot, amely ilyen ehhez hasonló ügyekre és ilyen romhalmazok megvásárlására fordítódik. Mint mondta, semmi más nem számít, mint az, hogy a haveri körök jól járjanak, és ha lehet, akkor a pécsiek kárára gazdagodjon a városvezetés. Ha a Péter fiék maradnak, akkor újabb hitelekre és újabb kétes ingatlan ügyekre kerül majd sor, szögezte le. Állampolgári feljelentés alapján egyébként a Baranyavár megyei rendőrfőkapitányság rendelte nyomozást, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntet gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen a cserebiznisz miatt. Az ügy vizsgálatát kijelölés alapján a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán folytatják le. Kreszteszt, részek, szemüvegverseny, szerencsekerék és még számos játékos feladat és program várta a közlekedés iránt érdeklődőket a pécsi vasútállomáson. Május 11-én ugyanis országszerte, így a Baranyai Vármegye székhelyen is megrendezték a közlekedési kultúra napját. A résztvevők megismerkedhettek az autóbuszokkal, a vonatokkal és a kerékpáros közlekedéssel is. A környezettudatos, egymásra odafigyelő, partnerségen alapuló biztonságos közlekedésre hívja fel a figyelmet a közlekedési kultúra napja. Május 11-én országszerte, így Pécsen is szerveztek programokat. A vasútállomáson több közlekedési társaság és a rendőrség is várta az érdeklődőket. A mai napon a Baranyai Megyei Közlekedési Tömeg Egyesület úgy gondolta, hogy úgy szervezi meg ezt a rendezvényt, hogy összefogja, komplexitásában kezeli ezt a kérdést, és összefogja a különböző ágazatoknak, ez kicsit bonyolultabban fogalmaztam, de az ágazatoknak az összességét. Tehát itt jelen van a Mástart, a MÁV, a Tükebusz, a Baranya-Vágy megyei rendőrfőkapitányság, a Magyar Autóklub képviselői, és megpróbálják a közlekedési kultúra napját több oldalról megközelítve bemutatni. A szervezők szerint a közlekedésben résztvevők együttműködése, egymásra figyelése, szabálykövető magatartása nem csak a május közepére szerveződő program kapcsán érdemel figyelmet. Ehhez viszont szemléletformálásra, a szabályok betartására, egymás kölcsönös segítésére van szükség, függetlenül attól, hogy mely korosztályhoz tartozunk, vagy éppen milyen közlekedési módot használunk. Ez pedig már a legkisebbeknek is meg kell tanítani, vélik a szervezők. Élmény volt, amikor láttuk, hogy néhányan most ültek először autóbuszra, tanították meg nekik, hogy hogyan kell a jegyet kezelni, hogyan kell kapaszkodni, mire szóljanak a felnőtteknek, hogy vigyázzanak jobban egymásra. De ugyanígy, amikor a Mástart szerelvényeit mutatjuk be, ott is hasonló élményeket tapasztaltunk, hogy a gyerekek élvezték, hogy felszállhatnak egy személykocsiba, és ott megnézhetik, hogy milyen feltételekkel lehet közlekedni. A pécsi programok között kreszteszt, részekszemüvegverseny, filmvetítés, vasúti fénysorompó jelző bemutatása és több érdekes játékos foglalkozás színesítette a rendezvényt. Mindezek mellett szerencsekerék, óriás kocka kirakó, színezők, szókereső és a Magyar Autóklub bemutatkozása is várta a közlekedés iránt érdeklődőket.
Télen nagy a veszélye a szénmonoxid szivárgásnak és a vele járó mérgezésnek, azonban tavasszal és nyáron sem lehetünk teljesen nyugodtak, ha olyan lakásban élünk, amelyben bojler vagy olyan fűtőberendezések vannak, amelyek nyílt lánggal égnek. A szellőztetés és a szénmonoxid érzékelő műszer beszerzése lehet egy jó megoldás a baleset elkerülése céljából. Mivel már vége a fűtési szezonnak, sokan úgy gondolják, nem kell szénmonoxid mérgezéstől tartani. Azonban a szivárgás veszélye egész évben fennáll. Például a nyílt lánggal égő vízmelegítők veszélyforrást jelenthetnek, hívja fel a figyelmet Horváth Nikolett Csilla. A Baranya vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője elmondta, három okra vezethető vissza a szénmonoxid kialakulása a lakásunkban. Hogyha ezeknek a nyílt lánggal működő eszközöknek nem jó a beszerelése. Nagyon fontos, hogy ezt mindig szakemberre bízzuk, hiszen hogyha mi állunk neki beszerelni, azzal gondot okozhatunk, és az eszköz meghibásodása szénmonoxid kialakulásához vezethet. A másik, hogyha ezek az eszközöknek nincsen biztosítva a levegő utánpótlásuk, hiszen az oxigén szükséges ahhoz, hogy ezek az eszközök működjenek, és ezek a szobának a levegőjét használják el. Ha nem biztosítjuk a levegő utánpótlást, akkor elhasználódik a szobában az oxigén. Ilyenkor rosszul lehetünk, sőt a halál is beállhat a szénmonoxid mérgezés miatt. Emiatt nagyon fontos, hogy biztosítsuk a levegő utánpótlást a szobában, légrésekkel, szellőző rácsokkal. De a szellőztetés is fontos, viszont az nem elegendő ahhoz, hogy biztosítjuk az oxigént a szobában. A harmadik az pedig, hogyha ezeket az eszközöket nem ellenőriztetjük rendszeresen. Ez is nagyon fontos, hogy a gázzal működő eszközöket évente ellenőriztessük szakemberrel, illetve a kéményseprésről se feledkezzünk meg, azt is évente végeztessük el. Sokan úgy gondolják, hogy a háziállatok jeleznek, ha baj van, mint például a kutyánk ugat vagy a papagájunk rikácsol. Azonban ez téves, mert ők épp úgy nem érzékelik a szintelen, szaktalan, levegőnél könnyebb gázt, mint az ember. Idén eddig Baranya vármegyéből 15 bejelentés érkezett szénmonoxid szivárgásról, ebből 3 mérgezéssel kórházba kerültek. Jellemző tünetek a szédülés, fejfájás, hányinger. A szénmonoxid pár percen belül is halált tud okozni. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer röviden. Közeledik a határidő, május 22-ig tart az idei adóbevallási időszak. Egészségügyi nap, ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt a Szent István házba ellátogatók. Alkotói pályázat, a füstérzékelő életet menthet címmel hirdetett versenyt az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. Súlyosan bántalmazta élettársát, 1 év 6 hónap börtönre ítéltek egy bodiszlói férfi. Szombaton reggel még erősen felhős ég volt a valószínűbb, de délelőtt fokozatosan vékonyabbá, szakadozottabbá válhat a felhőzet, így napos időszakokra is készülhetünk. Ezen a napon is előfordulhatnak szórványosan kialakuló záporok. Éjszaka borongós időben inkább csak gyenge esők, szemerkélések fordulnak elő. Vasárnapra újabb ciklon érkezése körvonalazódik. Nyugat felől terjeszkedő esőkkel, széllel. Hétfőn borongós, erősen felhős időre és esővel számolhatunk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!